Sziasztok, itt vagyunk a Nemzeti Kézilabda Akadémia sportcsarnokánál. Azért jöttünk Balatonboglára, mert az IVI Nemzetközi Fitness Iskola és a Magyar Kézilabda Szövetség közös erőléti képzése itt zajlott, annak legalábbis az egyik napja, és így a záró akkordként Ranával átbeszéljük most, hogy mi is volt a tapasztalat. És arról kérdeznélek téged elsősorban, mint a képzés egyik szakmai kidolgozóját, vagy képzés egyik vezető tanárát, hogy mi a tapasztalatod a tanfolyammal kapcsolatban? Nagyon jó tapasztalataim vannak, hiszen maga a tanfolyam is eleve úgy lett összeállítva, hogy Magyarország vezető tanárai lettek minden területről, akár állóképesség, erőfejlesztés, olimpiai súlyemelés, rehabilitáció, prevenció területéről, összehozva, és ezáltal egy nagyon magas szintű sportág specifikus erőléti edző tanfolyamot szerveztünk a hallgatóknak. Elindultunk egészen a stabilizáció mobilizációtól, át a súlyemelésen át, állóképesség, erőállóképesség, erőfejlesztés, periodizáció, sérülés, megelőzés, regeneráció, és az összes-összes témát átvettük velük, áttanultattuk velük, és számon kértük rajtuk, amitől egy sportoló lesz, amitől egy sportoló az élsportban, itt Magyarországon jelenleg akár válogatott szinten is meg tud felelni, és akár világversenyeken még magasabb és magasabb eredményeket tud hozni. És most ezt nem sokára vizsgáljuk, ez a mai, illetve a tegnapi nap, úgymond egy szakmai gyakorlati nap volt nekik, ahol itt a NEKÁ megnézhették, hogy ezt a ma Magyarországon legmagasabb szinten lévő akadémián hogy csinálják, és mindemellett természetesen a tanfolyam során azt is megmutattuk nekik, hogyha ők esetleg egy vidéki klubban dolgoznak, mint erőléti edzők, akkor ezt a gyakorlatban hogyan tudják végrehajtani. Hát nagyon kereken és precízen összefoglalta a Rena. Én amit még szeretnék kihangsúlyozni, hogy 2018 végén keresett meg minket a Magyar Kézilabda Szövetség edzőképző központjának a vezetősége, hogy közös kooperációba álljunk bele ebbe az erőléti edzőképzésbe, és ez rendkívül nagy büszkeség számunkra, egy hatalmas megtiszteltetés, és egyúttal a magyar kézilabda sport irányát és az ő gondolkodásukat is jellemzi, hogy ennyire innovatívan és előrelátóan próbáltak abba beleállni, hogy nem egy belsős képzést alakítanak ki, hanem bevonták azokat a szakembereket, Rena is említette, hogy olyan oktatók dolgoznak ezen a képzésen, tanítanak ezen a képzésen, akik a maguk szakterületén fantasztikusan jó specializálódtak nekem. Másik nagy öröm, és ezt el kell, hogy mondjam, és egy büszkeség, hogy ezen a képzésen oktató tanároknak azt hiszem, hogy a 99%-a szinte IVIS végzettségű, IVIS alap végzettséggel rendelkezik, és ez azért is nagyon fontos számomra, mert most 20 éves az IVI, és hát keressük azokat a szakembereket, akik nálunk kezdtek, és ilyen magasra vitték, vagyis ennyire jól ki tudták fejezni önmagukat, hogy megtalálták a karrierüket gyakorlatilag abban, amit a legjobban szerettek csinálni. Tehát pár ilyen interjút is láttok ebbe a videóban, különféle edzésbemutatókat, egy-két ilyen vágóképet, külszetitkot elleshettek a tanfolyammal kapcsolatban. És még egyszer külön köszönöm a Kézilabda Szövetség erőléti, illetve edzőkéző központ vezetőinek, hogy ezt a bizalmat pár éve megszavazták, és hogy ilyen jól működik ez a közös kooperáció. I'll reach out and touch the sky in the city of angels. Feels like I'm coming home with my head up in the clouds. I am searching for something and I'm still hoping. Cause I... Szóval szeretném nektek bemutatni Szabó András Lászlót, akivel nagyon régóta ismerjük egymást. Ez minimum 15 év, hogyha jól emlékszem, de inkább 20. A NEKÁ-nál, a Nemzeti Kézilabda Akadémiánál vagy performance manager. És szeretnék arról kérdezni, hogy mit is rejt magában ez a kifejezés, mi a te munkád? Hát először is üdvözöllek, mert tényleg öröm régi ismerősökkel így frissen találkozni, és azért az már van bőven 20 éve, és most pedig a Nemzeti Kézilabda Akadémia performance menedzsere, vagy ahogy itt nevezzük, az egészségügyi és a sporttudományos vezetője vagyok igazából magának a Kézilabda Akadémiának, és próbáljuk úgymond a legújabb módszerekkel, tematikákkal, valamint technológiákkal összegyúrni mindazt a halmazt, és azokat a multidisziplinális dolgokat egyesítjük,
amelyek igazából remélhetőleg meghatározzák a jövő magyar kézilabda utánpótlás nevelését. Azt meséld el, légy szíves, hogy konkrétan milyen területek, milyen szakemberek tartoznak a kezed alá? Nagyon-nagyon komplex egyébként maga az egész tevékenység, amit folytatunk, mert egészen az orvosi, masszőri, védőnői tevékenységektől kezdve a teljesítményfokozás, prehabilitáció, rehabilitáció összessége adja igazából azt a munkacsoportot, akit irányítok itt az akadémia berkein belül. Úgyhogy gyakorlatilag nagyon összetett. Feltétlenül azt gondolom, hogy ahol csatlakozhat az IVI és a Kézilabda Akadémia, valamint az MKS, az elsősorban a teljesítményfokozás és úgymond a prevenciós, korrekciós tréning. Az erőlti edzőképzésről kérdeznélek most, hogy ott mi a te szereped, mit tanítasz, illetve az egész képzést hogy látod, mint szakmai struktúra, mi benne az egyedi, mi benne a különleges? Azt gondolom, hogy a tavalyi évhez képest előrelépeti struktúráját tekintve, nem azért, mert szerepem megnőtt az oktatói stábban, hanem azért, mert ténylegesen próbáltunk olyan innovatív módszertani ajánlásokat tenni, valamint nagyobb hangsúlyt fektetni a gyakorlati rész megtekintésére, áttekintésére és begyakoroltatására az edzőkkel, amik nagyon-nagyon szűz területként jelentkeztek nagyon sok edző számára. Úgyhogy gyakorlatilag a pliometriától, a gyorsaságfejlesztésen keresztül, a súlyemelés adaptivitásántól kezdve hasonló, és ehhez hasonló szakanyagokban veszek részt, mint előadó, mint gyakorlati szakember. Talán azért gondolom, hogy jó, hogy ide el tudtunk jönni, vagy el tudott jönni maga a képzés a Nemzeti Kézilabda Akadémia bázisára, mert itt gyakorlatilag minden egy helyben megtalálható, amit a teoretikus órákon hallhattak és megtanulhattak könyvből viszonylag szárazon a hallgatók. Azt itt teljes életnagyságban és teljes spektrumon tudják nyomon követni a hétköznapi életünk monitorozásával ezen a hétfői és keddi napon. Nagyon nehéz egyedül felgöngyölíteni ezeket a módszertanokat, ezeket a különböző technikákat, amiket gyakorlatokat, gyakorlattárat adunk igazából a kezükbe, amivel igazából azonnal tudják hasznosítani, amikor kimennek és elkezdenek dolgozni a saját csapatukkal. Tehát ez a képzés már egy rendkívül sportág specifikus témakör. Mit tartasz te igazán erőléti edzőnek? Ki az az erőléti edző? Ezt picit definiáljuk már. Nehéz a kérdés, és egyben azt gondolom, hogy könnyű is a válasz rá, mivel mondjuk 2014-ben, amikor elvégeztük ezt a képzést, először Magyarországon igazából feltűnt maga ez az amerikai franchise-os IBIS koprodukcióban történő PESZ-es képzés, akkor gyakorlatilag ez volt a legstruktúráltabb, ez volt a bázisa nagyon sok erőléti edző szaktudásának, én azt gondolom. Ez nagyon innovatív gondolat volt az iskola vagy az intézmény részéről. Ez az egyik része, a másik pedig az, hogy anno és most nagyon nehezen tudom összekapcsolni a kettőt, mármint, hogy differenciálnunk kell olyan tekintetben, hogy akkor még egyszer magunkban dolgoztunk, mint erőléti edzők. Most ezekben az időszakokban, egy jó két évvel ezelőttől datálódva pedig már team munkában végzi egy igazán jó erőléti edző és egy erőléti edző stáb a munkáját. Tehát itt annyira expertekké váltak bizonyos szakterületeken az emberek és a hallgatókból lett erőnléti edzők, hogy igazából nagyon nehéz definiálni, hogy ki is lehet valójában erőnléti edző, de én azt mondom, hogy aki a preventív teljesítmény fokozást tartja szem előtt, és úgynevezett long term, tehát a hosszú távú versenyeztetését próbálja meg a versenyzőknek a preventív teljesítményfokozás segítségével elérni, azt nevezném én igazából erőnléti edzőnek. Tehát egy komplex szaktudás, komplex. Mindenféleképpen egy személyedző tudáson fölüli ismeretanyag, ami képessé tesz arra, hogy ezt a praxis közösséget nevezzük így. Igen, azért azt gondolom, hogy azt nagyon fontos tudni, vagy látni, hogy mondjuk az erőnléti edzés ugye kifejezetten nem az átlag populációra fókuszál elsősorban, hanem magára az élsportra. Nyilvánvaló, hogy a személyedzésben az átlag populációt próbáljuk meg teljesítményt fokozni,
vagy arra bírni a szervezetet, itt pedig azért extrém változók tömkelege jön be, aminek ugye egyrészt meg kell felelnünk, valamint nekünk saját magunknak is folyamatosan alkalmazkodnunk kell. Tehát nem csak az adaptáció és az alkalmazkodása a szervezetnek az elsődleges, hanem az is nagyon-nagyon fontos, hogy pedagógusként, tehát pedagógiai vérrel ellátott emberek és erőnléti edzők legyenek azokon a helyszíneken, egyesületekben, ahol kifejezetten magas szintű munkát végeznek. Most 20 éves az Ivi, akár hiszed, akár nem, és nekem óriási öröm és büszkeség olyan kollégákkal találkozni és beszélgetni, akik hasznosították is ezt a tudást. Persze az is jó, hogyha valaki önmagát fejlesztette az Ivi-ben tanultakkal. Mit adott neked ez a szakma, és hát persze kicsit öncélúan hadd kérdezem, hogy az Ivi hogy tudod hozzátenni ahhoz a tudáshoz, amit egyébként nyilván egy felsőfokú végzettséggel indítottál, és te is nagyon sokat képezted magad pluszba. Hogyan látod itt az Ivi szerepét ebben, illetve magának az élethosszíglan tartó tanulásnak a szerepét? Most, hogy így visszanézek az eddigi karrierem alakulására, igazából mondhatom, hogy markánsan meghatározta az Ivi. És nem csak azért, mert tényleg jó barátok is vagyunk, hanem azért is mondhatom, mert tény és való, hogy így történt. Nem volt annyira tudatos bennem annak idején, idestóval 20 évvel ezelőtt végzett testnevelő tanári diplomával rendelkező sportszakember, hogy mit szeretnék csinálni, és gyakorlatilag először egy testépítés fitness, valamint a következő lépésben pedig egy személyedző kurzuson abszolváltam igazából az Ivi képzéseit, és gyakorlatilag ez adott egy olyan struktúrát, egy olyan gondolkodásmódot, ami aztán sokkal jobban rá tudott fókuszálni az én további karrieremre. De az sem véletlen, hogy a PESZ-es képzést elvégeztem nálatok. Az is egy picit megváltoztatott, és azt gondolom, hogy a képzés előttig nem tudtam pontosan definiálni, hogy mit is jelent erőnléti edzőnek lenni, teljesítményfokozónak lenni, és ezekben nekem nagyon nagy segítség volt, és tényleg egy olyan didaktikusan és szakmailag átfogó képet tudtam kapni, amivel el tudtam dönteni, hogy nekem ez az utam és ez az irányom, és ebben vagyok a legjobb. Én azt hallottam ki a szavaidból, hogy tulajdonképpen nem mindig tudatos ez a karriertervezés, hanem van egy belső intuíció, amire hallgatni kell. Egyébként én is így voltam ezzel, hogy nem láttam konkrétan, hogy 20 év múlva hol leszek, de mentem mindig a következő kitűzött cél lépés felé. Azért nem tudjuk elképzelni, hogy hová jutunk el, mert minden egyes alkalommal, amikor tanulunk valamit, akkor a szemléletünk is formálódik. Tehát én ezt tartom a legfontosabbnak ezekben a továbbképzésekben, ami akár lehet egy konferencia, lehet egy jó networking team munkába való dolgozás, hogy az ember mindig tanul valamit, és ez a nyitottság kell, hogy jellemezzen minket, és nagyon örülök, hogy téged is ez jellemez, mert így tudunk megvalósítani olyan dolgokat, amiket 20 vagy 10 vagy pár évvel ezelőtt elképzelhetetlennek tartottunk. Úgyhogy szerintem ez egy közös üzenet lehet most a pályakezdésen gondolkozók felé, illetve azok felé, akik érzik, hogy el vannak, meg vannak rekedve egy picit az adott karrierpályán. Tehát érdemes egy új szemléletformáló tevékenységbe belevágni, és akkor kitárulból a világ. Az emberben mindig motoszkál valamilyen belső motiváció. A szerencsénk az, hogyha ez egy fókuszra vonatkozik, tehát gyakorlatilag egy olyan szakterületet érint, és akkor nem csapódik ide-oda az ember, de hogyha ez sikerül, akkor szerintem egy nagyon teljes és jó karriert tudhat maga mögött az ember, hogyha visszatekint majd a jövőben. Te évekig egy nagy szállodának voltál a rekreációs menedzsere. Wellness menedzsere, és onnan indult egyébként az Ivinek a wellness és rekreáció képzése, és abban évekig tanítottam, és sokáig azt hiszem, 5-6 évig minimum tanítottam. Dolgoztunk együtt ebben, és szóval érdekes az, hogy egy rekreációs wellness menedzser munkából most itt vagy, és ebben a pozícióban vagy. Tehát semmi sem elképzelhetetlen, mert ahogy az ember fejlődik, tanul, egyre
inkább leszűkül az az érdeklődési spektrum, ami tényleg az övé, ami tényleg őt érdekli, és hát ez azért el kell, hogy teljen mondjuk 10-20 év, szóval senki ne várja 20, akár 30 évesen, hogy egyből ott van azon a szakterületen, és neki már nem kell többet tanulnia. Szóval erre te is egy jó példa vagy, és remélem, hogy én is egy picit ezt hozom át. Szerintem hasonlóan látjuk ezt az egészet, én azt gondolom, és nyilván nem véletlen, hogy keresztezik itt a nagy mindenségből az embernek az útjait. Szűcs Martinnal beszélgetek, aki IVI-nél végzett számos tanfolyamot, talán csak te tudod számon tartani, hogy mennyi. Először erről kérdeznélek, hogy amikor eljöttél az IVI-hez, akkor humán kinezológiára jártál a TF-nél az alapszakon. És miért döntöttél úgy, hogy az IVI-be akarsz tovább tanulni? Azt éreztem, hogy ahhoz, hogy egy megfelelően megalapozott, sikeres karrierem lehessen a szakmába, a gyakorlati oldalról is mindenképpen egy nagyon alapokat szerettem volna, és ezért kezdtem el először ugye a fitness instruktori képzést, utána a személyedzői képzést, és amikor befejeztem az IVI-t nagyjából azzal, már befejeztem a TF-et, nagyjából azzal egy időben végeztem az erőléti edzői képzésen is. Tehát a tanulmányaid, egyetemi tanulmányaid mellett végezted az IVI-s képzések jó részét? Igen, igen. És ez nem volt megterhelő? Élveztem meg, igazából én is igyekeztem mindig, hát ahogy mondás, itt a tárral mi a pálma. És ugye a hétvégén én ugye intenzíven voltam, szerencsém volt az órarendel, akkor ugye még voltak csütörtök délután oktatási napok, hétvégén meg hogyha úgy volt, akkor én fönnmaradtam. Mert ez abszolút én azt éreztem, hogy megéri ezt a befektetést. Tehát elsősorban a gyakorlati megközelítés. Igen, igen, a gyakorlatoktatások, hogy ott vagyok egy húsvér emberrel szemben, és akkor hogyan oktatok le neki egy fekvenyomást, vagy egy gólást, vagy most bármilyen gyakorlatot ide beleilleszthetjük, és nem is feltétlen azt, hanem az alapelvek, ahogy megközelítem a klienst, ahogy oda megyek a vendéghez, mit mondok el neki, mit, hogyan mutatok be, tehát ezek az alapok voltak, amik például nagyon sokat segítettek. Tehát elmentél teljesen az erőléti edzőképzésig, sőt, utána még az MKS-nél, a Magyar Kézilabda Szövetségnél is megcsináltad a specializált. Igen, igen, megemellett, ugye vannak még nemzetközi papírjaim is, az IVI-n keresztül a Performance Enhancement Specialist-et is ugye megcsináltam az NSM-nél. Nálad ez mennyire tudatos, hogy így épített fel a karrieredet? Abszolút, tehát igazából a legelején megpróbáltam azt megnézni, hogy sikeres észak-amerikai erőléti edzők, mik voltak azok a közös pontok, amelyik mindenkinél megvolt, és ugye ez a megfelelő tanulmány alap az mindenképpen ott volt az, hogy volt gyakornoknál egy nagyobb erőléti edző mellett, volt egy mentor, aki esetleg tudott segíteni neki különböző dolgokba, meg tényleg az, hogy belefektette. Rengeteg önfejlesztés, rengeteg önképzés, és tényleg ez meghozza a sikert egyszerűen. Sikeres erőléti edző akartam lenni, én pont ezért gondoltam, tehát nekem erőléti edző volt az alap, és hogy azt kiegészítve humán kineziológia, mint hogy tényleg egy sporttudományos alapot is mellé tudjunk rakni. Tehát amit például elég sokat használunk, az például ez az úgynevezett Nordboard, amit ugye ez a Nordic Hamstring Curl nevű gyakorlatot végre tudjunk hajtani, ez a kidőlés. Akkor itt van egy erőplató, amivel ugye azt tudjuk megnézni a játékosok emelkedését, tehát például az idegrendszerük milyen állapotban van, azonnal az adott napon hogyan terheljük, változó-e valami. Ez a kis eszköz pedig ugye ez a PUSH nevű, ez egy gyorsulásmérő eszköz, ez most pont a rúdra szerelhető verziója van, de akár felkarra, akár övként is lehet használni, van több kiegészítőm hozzá. Ez pedig a selebbesség alapú edzést tudjuk ezzel figyelni, tényleg még inkább egyénre szabottan tudjuk optimalizálni a játékosok terhelését. Nagyon fiatal vagy, elárulhatom, hogy 25 éves, tehát ahhoz képest is ez egy rendkívül szép előrehaladás. Milyen eredményeket értetek el eddig a te
közreműködéseddel. Én abszolút azt szeretem kihangsúlyozni, hogy mi erőléti edzőként egy támogató szerepet adunk az edző mellé. A döntés az mindig az övé lesz, mi ezt tudjuk támogatni, segíteni a döntéseit, hogy minél jobbak legyenek. A legkiemelkedőbb, amire leginkább büszke vagyok, az az, hogy a tavaly nyáron az ifjúsági lányválogatottal megnyertük az Európa-bajnokságot Celjében, és ami nekem voltak komolyabb sérüléseim, én ezért is választottam ezt a pályát, és ami nekem leginkább ebben a legpozitívabb volt, az az, hogy nulla darab sérüléssel hoztuk le ezt az egészet. Tehát akiket a edző eredetileg kiválasztott, hogy velük szeretné végigcsinálni az EB-t, velük csinálta végig, és ugye ez a teljesítmény növekedés is megvolt, ugye pont a különböző eszközökkel ugye ezt mértük is, és ugye ez az együttműködéshez most is meg tovább, is készülünk a világbajnokságra. Hát ez tényleg lenyűgöző, úgyhogy gratulálunk, és tovább is sok sikert. Én még nagyon büszke vagyok arra, hogy itt is nézettségek ehhez a szép úthoz hozzá segítettek téged. Köszönöm szépen, sok sikert!